A nemzetközi edzőtáborra immár 5. alkalommal kerül sor Félegyházán a dél- és közép-európai országok legjobbjainak részvételével. A szervező munka során nagy kihívás jelentett, hogy vezetőváltás volt az Európai Asztali Tenisz Szövetségben, ugyanakkor a hazai szövetség is tisztújítást tartott. A táborban nem csak edzések lesznek. A sportág jövőjét is megvitatják a szakemberek, akik előadásokon, szakmai továbbképzéseken is részt vehetnek. A Magyar Szövetség is közreműködik a tábor szakmai programjában. Magyarországon most váltás lett, vagy változás lett, úgy veszem észre, hogy sokkal jobban érdekli őket. Új szelek fújnak az asztali teniszben, mert ezelőtt 2 éve még egyáltalán nem is reagáltak, sőt, nem is küldtek embert, meg nem is érdekelte őket, hogy itt egyáltalán ilyen európai rendezvény van. Kimondottan ez ellenem irányult. Ezek a sportársak ellenem irányították ezt, hát ez remélem, hogy ez megváltozik, és együtt tudunk kooperálni. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Félegyházi Asztali Tenisz Sportiskola a következő idényben is a legmagasabb osztályban, azaz az Extra Ligában indulhat. A keret megerősítése már elkezdődött. Új játékosok érkeznek a csapatba, akik a kanadai válogatottat erősítik. Szereplésüket a két ország szövetsége is jóvá hagyta. Mind a kettő kanadai válogatott. Miután most Kanadában is vannak érdekeltségeim, és ezek itt fogják segíteni a félegyházi csapatot. Megegyeztem, megvan már a Kanadai Szövetség engedélye is. Tehát az egyik a kettő közül mindig játszana ez a terv, és mellette, hát még meg kell, ma este találkozom a Korponai Zolival, hogyha ő itt maradna, meg még egy játékost igazolnánk, mert a Szudi Ádám elment Németországba, akkor így állna fel az extraligás csapatunk. Az Extraliga legutóbbi kiírását a Celdömölk nyerte meg, amely 2010 óta folyamatosan az első helyen végez a bajnokságban. Második lett a Pécsi Egyetem csapata, harmadik pedig a Komlói Bányász. A Félegyházi Asztali Tenisz Sportiskola a 8. helyen zárt, megelőzve a Budaörs és a Gödöllői Egyetem gárdáját. A legmagasabb osztály a következő idényben is a legjobb teljesítményt követeli meg a csapattól. A kanadai válogatott játékosai a szakvezetés reményei szerint az elvárásoknak megfelelően szerepelnek.